ünnepeljük azt is, hogy kitartottunk, és a kitartásnak mindig megvannak a gyümölcsei. Ezeket a gondolatokat a Hőgyészi Székelyház ünnepélyes átadóján fogalmazta meg a térségországgyűlési képviselője, Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki elmondta, 2018-ban fogalmazódott meg a közösségi ház ötlete a településen. Bukovinai székelyek Magyarországon 1941-ben, illetve itt a környéken 45-ben kaptak új hazát, és 2023-ig kellett a hőgyészieknek arra várni, hogy házat is kapjanak. 5 évvel ezelőtt kezdődött meg ennek az épületnek, ez egy régi jegyzői ház volt még a 18. századból, ennek az épületnek a felújítása, amit a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága támogatott 3 ütemben, és végül is 80 millió forint támogatási összegből tudtuk felújítani ezt az épületet, az udvart, a melléképületeket, így egy kiváló közösségi hely alakult ki itt Hőgyész szívében, ami szolgálja az itteni székelyeket, és természetesen minden hőgyészi embert. Ezzel párhuzamosan ünnepeljük a Hőgyészi Székelykörnek a 25. születésnapját, valóban felnőtté váltak. Mindegyik népcsoport odafigyel arra, hogy közösségi szinten is legyenek helyeik, legyenek olyan helyek, ahol hétről hétre össze tudnak gyűlni, ahol civil életet tudnak élni, és ami alkalmas arra is, hogy rendezvényeket tudjanak tartani. Ez így van a nemzetiségeknél, például környékünkben elsősorban a németeknél, de sok esetben a cigányoknál is. Így van ez a magyar népcsoportoknál, ha a sárközre gondolunk, vagy a bukovinai székelyekre gondolunk, vagy a felvidékiekre gondolunk. Jó látni azt, hogy mindenki odafigyel arra, hogy a saját identitását meg tudja őrizni. A Hőgyészi Székelység számára nagy ünnepen a kisbokrétások megmutatták magukat a közösségi házuk átadójára érkezett vendégseregnek is. Adjon Isten jó napot! Adjon Isten minden jól! Miért kell az én házam száját? El akarom venni Didi nevű lányát! A valamikori jegyzői házban a 25 éves fennállását ünneplő szervezet többek között 2 állandó kiállításnak is helyet biztosít. Csibi Krisztina, a Magyarság háza igazgatója, a közösségi házban látható Emelt fővel című tárlatról elmondta, hogy utóbbi a bukovinai székelyek 1941-es hazatelepítésének évfordulójára készült. Hangsúlyozta, a világ számos pontján élnek bukovinai székelyek. Ez a szétszórtság soha nem jelentette azt, hogy beolvadunk a többségi nemzetbe, soka nem jelentette azt, hogy elhagyjuk a magyar székely kultúránkat, az identitásunkat, mindig hűek maradtunk a székely magyar öntudathoz, a magyar hazához. Ezt ma a főiskolai képzések keretében tanítják, a közösségépítést, ami a bukovinai székelyek mindennapi életének a sajátja volt. Kicsi kortól belenevelik a gyerekekbe, hogy büszkének kell lenni arra, hogy kik vagyunk, pontosan tisztában vannak az értékeikkel. A másik kiállítása a nemzetség viseleteit, eszközeit mutatja be. A néprajzi gyűjteményről Lőrinc Etel, a népművészet mestere címmel kitüntetett textiltervező iparművész beszélt az ünnepélyes átadón. Szinte gyerekkoromtól úgy neveltek, hogy őrizd meg Leánkám, tanuld meg Leánkám, s add tovább Leánkám. Hát ennek a feladatnak könnyebb a szövőszékbe eleget tenni, mert az egy biztonságos terület. Aztán némelyikkor arra is kényszerülök, hogy idálljak önök elé, és megpróbáljam elmondani, és hát ez a nehezebb. Hát a mi bukovinai kultúránk, mint minden népcsoportot, minket is nagyon-nagyon jellemez. Azok a tárgyak, amelyekkel körül vagyunk véve, amelyekről fölismerjük egymást, nem csak beszédünkről, hanem azokról a tárgyakról és arról az öltözetről is, ahogy kinézünk. Ezek, amikor Bukovinába érkeztünk, még nem ezek voltak. Sok csoda az, ami a mi életünket végigkísérte. Egyik csoda az, hogy a Bukovinába érkezésünkkor a magyarságunk őrzésével együtt kialakítottunk egy olyan teljesen egyedi tárgykultúrát is, ami csak nekünk van. És éppen ezért nagyon-nagyon vigyáznunk is kell rá. Az asszonyok fantasztikus tehetséggel és fantasztikus ügyességgel
olyan mintákat szőttek szálról szálra, és olyan mintákat hímeztek, amelyeknek nagyon-nagyon fontos üzenetei vannak. Azok jelek, amiket mi megkaptunk, és amire tárgyainkba vigyáznunk kell, örülnünk kell nekik, és megtanulni, megpróbálni, megfejteni, mit is akarnak mondani. A helyi szervezet célja, hogy a mindennapokban élettel töltsék meg a felújított épületet. Egy egyesület életében a 25 év sok nehézséget és sok örömet is hozott. Tehát nagyon örülünk, hogy eljutottunk idáig. A másik meg a házavató, eléggé nehézkesen tudtuk már megtartani a próbákat, egy régebbi időszakban, amikor felvetődött, hogy milyen jó lenne egyszer a saját ház. És akármilyen forrást kerestünk, egyszerűen vételre nem találtunk. És akkor fordultunk tulajdonképpen államtitkár úrhoz. Szeretnénk itt a főző tanfolyamtól kezdve a hímző tanfolyamig, a próbákig, a régi tárgyaink bemutatásán keresztül szeretnénk felolvasó estet, illetve elkezdtünk egy bukovinai székely könyvtárat fölépítgetni. És olyan érdekes kiadványokra lejtünk különböző forrásokból, volt, amit Erdélyből kaptunk. És ezek a kutakodások adtak arra reményt, hogy mi ezt a házat élettel meg tudjuk telíteni. És úgy alakítottuk ki, hogy az idősebb korosztály tudjon nézelődni, beszélgetni, elmélkedni. A fiatalabb bacskák azok menjenek, táncoljanak, és ugyanúgy nézelődjenek, tanuljanak, ismerkedjenek az őseinknek a hagyatékával. De csináltunk külső főzőhelyet, igaz, még nincsen kész, de máma azt is felavattuk. Szeretnénk a kicsiknek majd egy bukovina játszóteret lápintával, s olyanokkal, amivel ott játszottak. Nem baj az, hogyha megismerik a múltat, hiszen ugye abból kellene táplálkozni, és abból lehetne felépíteni magunkat. Ismerjék meg a szavakat, ismerjék meg a tárgyak neveit, ismerjék meg a régi életet. A jövőben minden korosztály számára helyet és programokat kínál majd a Székelyház hőgyésze.